Ezekkel a laptopokkal és a hozzájuk tartozó monitorokkal gazdagodott nemrégiben a Székesfehérvári Szakképzési Centrum Jáki József Technikuma. Every time I come in this school, I feel really like home. Az informatikai eszközöket a BT, vagyis a British Telecommunications régiós üzleti szolgáltató központ adományozta az intézménynek. I think it's an opportunity for both of us. Ez egy jó lehetőség mindkét félnek, az iskolának és a cégünknek egyaránt. Nagyon hasznos a diákoknak, mert az eszközökkel próbáljuk hozzásegíteni őket, hogy már tanulás közben lássák, hogy mire megy ki a játék, a jövőben milyen állásokat kaphatnak majd, és ott mi lesz az elvárás. Nekünk pedig hasznos a kapcsolat, mert adott esetben ezek a fiatalok nálunk próbálnak majd szerencsét. Ez egy win-win szituáció. A BT két éven belül már másodszor segíti a jákisok tanulmányait ilyen módon. Eddig 40 laptopot és 40 monitort hozott az oktatási intézménybe a cég, melynek köszönhetően új számítógéptermet alakítottak ki az iskolában. Elsősorban az informatika és a távközlési terület tanulóinak oktatására szolgálnak majd a gépek, de valamennyi diák használhatja a termet és az eszközöket. Rendkívül örülünk ezeknek az adományoknak, folyamatosan meg tud újulni a technikánk, ugye le tudjuk cserélni a régi gépeinket, és a gyerekek tényleg igazán jó felszerelésen tudnak tanulni. Ez nem csak az informatika ágazatban tanulóknak jó, hanem az összes többi ágazatban tanuló diákunk is tudja ezeket használni, mert rendkívül nagy igény van arra más ágazatokban is, hogy az elméleti tudást megtanulják, és nagyon komoly programokat kell nekik megtanulni, futtatni, ezek a gépek pedig alkalmasak rá. A BT egyébként nem csak eszközökkel, próbaállásinterjúkkal is segíti a diákok tanulmányait, akik pedig ezeken jól teljesítenek, azokat egy-egy valódi állásinterjúra is behívják a céghez. Az új gépekre egyébként nagy az igény a Jákiban, tekintve, hogy évek óta folyamatos a túljelentkezés az intézményben, az elmúlt 3 évben pedig közel 10%-kal nőtt a tanulói létszám is.